Madrid ripartire con Zinedine Zidane in contropiede. Figo lo scambio con Zidane, che non se l'aspettava più. Continua a carezzare il pallone anche con gli anni che passano. Figo in zona tiro, vede Tacconi, prova a batterlo. Ed è proprio Luis Figo che apre le marcature. Al sesto minuto Real Madrid in vantaggio. Gli anni passano, il piede è rimasto quello. Proprio sta un gol alla Figo vero. E allora 1-0 subito per il Real Madrid. La risposta della Juve con Nedved, che prende per Fernando Hierro. Sale il capitano Cendo in scivolata da Vanelli su 4-5-1, bello compatto della Juve, lo vedi in queste due belle linee. Guarda Zidane, via del sinistro, guarda, questa è colpo di spalla e poi da foca di Zinedine Zidane. È riso Jugovic. Real Madrid con Zidane. Apertura di Hierro per Roberto Carlos, che l'area di rigore e lo si vede bene. Poi Davids in porta col mancino, Ilgner tocca, traversa e calcio d'angolo. È stata la furbata, tiro di forza sia per la presenza di tanti uomini davanti e sia per il tono della gamba. Non pensa, poteva... si coordina, non calcia, verticale, interessante per Amoruso. Nedved dentro per Montero. Applausi. Che grande gol della Juve, segna Paolo Montero, 1-1 a mezz'ora dalla fine. Genio Nedved. Genio Nedved, ma anche Montero non è stato male, perché ci ha pensato, ha caricato il destro, ha caricato il sinistro, voleva sparare, sì, ma sì, poi sì, ha visto la presenza. Dani, ricominciare. In mezzo c'è Zidane, lo trattiene Ferrara, ma Figo dalla parte opposta aveva tutto il tempo per fare quello che voleva. Non era andato a fare la diagonale Mirkovic, ha scelto il colpo di testa che non era il pezzo. Guarda del Bernabeu per Emilio Butragueño. Grande palla in area di rigore per Ivan Perez, porta vuota, e 2-1 l'assist di Dani Garcia, il gol di Ivan Perez, ma nel tabellino segnate El Buitre. Mamma mia, molto simile al gol della Juve, eh? Una bella triangolazione. Bravo. Lunga anche in questo caso, però la genialata del Buitre. Piato ancora Butragueño in area di rigore, bel lavoro su Davis che si fa anche male, allarga per Dani Garcia che vuole Zidane. Sempre elegante, ma la palla è alta. Sì, anche per il disturbo di Porrini che è andato con la gamba alta ad impedire che la palla... Beh, con Santillano che poi torna ancora dal Buitre su Montero che non si permette nemmeno di avvicinarsi. Da fuori Dani Garcia. Se la cava Peruzzi. Poi perde... Per... Hai allora, capito? Allora smentiamo Cosatti, Il nostro Cos che è lì. Forse... in effetti ha avuto ragione, forse gli hanno ancora Massimo per Padovano che da lontanissimo prova addirittura ad andare in porta. Contreras raccoglie il pallone, partito lentamente, ma c'è però Ivan Perez con la finta su Montero, resiste in qualche modo, dentro per Butragueño, traversa, poi ancora Butragueño vicino al gol del 3-1 Real Madrid. Ivan Perez ha dato la palla poi a Montero e alla fine még az 1998-as bajnokok ligája döntőnek, amit a két csapat egymás ellen játszott. Mondhatjuk nyugodtan azt, hogy ez a két együttes arra a két 11-re épül, hiszen az akkori játékosok közül, akiket neveztek a bajnokok ligája döntőre, a Juventusban 10 labdát, úgyhogy egyelőre még erről nem is fog szó esni. Nedved lövi a jobbal, Contreras véd maga biztosan, Contreras, Zidane, Morientes, Karembő, remek beadás, Snyder! Hát talán Snyder az, aki a leginkább. Morientes, sikerül átvenni, Morientes megtartja még, Tacconi másodjára már fogja. Keretből ő a legidősebb, ennek azonnal utána nézek, igen, az 50 évével ő az. Makalele, rövid a passz, Morientesig nem jut el, aztán egy hatalmas birkózó jelenet a 16-oson belül, Morientes pedig kérdőn néz. Sokszor megnyerhette volna azt a találkozót az olasz csapat. Di Livio ível középre, ott a fejes, mekkora védés Contrerastól! Andrea Zidane már a túloldalon. A szöglet után Makalele, ott van még középen a labda, Snyder! Mekkorát mentett itt pedig Ferrara! És ebből indulhat is a kontra. Di Livio. Amoruso, mekkora védés megint Contrerastól. Egyelőre nem lehet
túljárni az eszén a Real. Percekben Zinedine Zidane. Most azonban egy káprázatos indítás tőle, Salgado! Salgado keresztül! Morientes ki a szélre. Karembő. Vierkovudot sikerül lefejelni, és ott az első gól, Fernando Morientes. Real Madridban 72 gólt szerzett, 182 bajnokin. Itt most már Tacconi, és rajta kívül más sem tudott segíteni. Remek összjáték, Delared, Delared tiszta helyzet, és Tacconi is bemutat egy nagy bravúrt. Ott a lövés, Tacconi megint megmentette a kapufa szakmai munkáját, Zidane, Delared, Zidánnak vissza, ez így zicser neki, Zidane még egy csel, és Zidane belövi. Korábbi csapata ellen nem ünnepel Zinedine Zidane. José Antonio Camacho is tapsol. Zinedine Zidane nem szokta elhibázni az ilyen nagy helyzeteket. Ezúttal kiszolgáltatott helyzetben volt, de hogy Zédorf nem is játszott a Juventusban. Későbbi pályafutása során sem. Ott van még a labda, és megvan a szépítő találat, Alessio Tacchinardi. 2-1. Még az első félidőben szépít tehát a Juventus mezében is pályafutása során, mint a Real Madridéban. Bár hozzá tartozik az igazsághoz, hogy ki a második félidőre. Christian Vieri is. Zédorf, mekkora gól! Clarence Zédorf! Kicsit több volt a szabadsága így, hogy Edgar Davids, a jó barát, eltűnt az ellenfél oldaláról. Remek labda, Delaret középre, és Butragueño fejezte be végül Ivan. 95-től 2006-ig maga is a Juve játékosa volt. Remek indítás, Ravanelli nem éri el. Az Ajax elleni BL. Fáradhatatlanul futballozik Salgado. 11-est ad most DeMarco. Mitchell Salgado esett nagyot. Ellőni majd a 11-est. Méghozzá kapuba. 4-1 a Real Madridnak. Zédorf mellett Ruben Delared is betalál a második félidőben, és ezzel már 4-1 a Real. Zidane. Zidane emeli. Ez nem sikerült jól a végén. De a két anyaklubja, ez a kettő volt. Nagyszerű kiugratás, Butragueño, Velasco érkezik, középen ott az ötödik. Eddig sem volt kérdés, melyik csapat nyeri ezt a mérkőzést. Most már még kevésbé az. Butragueño még egy gólpasszal szolgálja ki Velascót. És nincs tovább. Az első félidőben Morientes kezdte meg a gólgyártást. A 32. percig kellett várni az első találatra, aztán...